Jó estét kívánok, kedves nézők! 2021. december 8-a van. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy azért, mert a kezünk veszélyes, mert megfoghatunk egy kiset és leszúrhatunk valakit, akkor attól nem lehet megszavazni, hogy mindenkinek a domináns kezét vágják le. Hát emberek, olyan szinten elvagytok zsibbasztva agyilag, hogy finoman fejezem ki magamat, hogy olyan dolgokat fogadtok el, nem jöttök ki az utcára, nem tiltakoztok, nem őrjöntök. Néztem most a visszajelzéseket, hogy egyetlen egy dühös fejet nem raktatok be. Hát őrjöngeni kellett volna, tele kellett volna, amikor Zúrsra beszélt, tele kellett volna rakni dühös fejekkel. Nincsen bennetek érzelem, nem meritek kifejezni a dühötöket. Hogy képzelik ezek azt, hogy itt hazudozzak össze, hogy bezárnak, nem mehetsz be dolgozni, a szomszédnak kell bevásárolnia, és nem tudsz pénzt keresni, és akkor dugdossák az orrodba a pászikát, és ezt mind elfogadjátok, mert nincsen bennetek isteni szikra. Akiben van isteni szikra, emberek, az nem fogadja ezt el. Az érzi, hogy ez mi az, hogy mi ez a baromság. Ennyire buták vagytok, hogy elhiszitek, hogy ezeken a köhögnek meg prüszkölnek. Azokra rá kell szólni, aki köhög meg prüszköl, hogy vegyen föl maszkot. Hogy vagytok képesek ezt elfogadni, ezt a hülyeséget? Hogy vagytok képesek nem fellázadni? Gyertek ki, és tiltakozzatok. Örjöngjetek ott, legyetek szívesek. Ezt a tetű, agyalágyút, Kárpátok géniuszak, abszolút nem ért semmi, csak azt akarja, hogy az Európai Unió, ugye, aki Európai Párti, a DK, meg a Jobbik sajnos, Gyöngyösi Márton, az is szégyelje magát kint az Európai Parlamentben, volt jobbikos. Jó, kiment jó sok pénzért, meg sem mozdult. Gyöngyösi Márton sem egy tiszta ember. Én egyszerűen nagyon le fogom járatni a Gyöngyösi Márton, komolyan mondom. Ezek nyalják érnek az Ursulának, meg ezeknek a nem akarom mondani miért. Ők, ezek az emberek azok, akik elárulnak benneteket. Per pillanat Orbán Viktor még mindig jobb, mint ez a rohadt szemét ellenzék. Ő valamint arról, hogy a kormányváltás után Magyarország újra megbízható szövetséges lesz a NATO-ban és az Európai Unióban. Na fucking, vagy hogy mondják angolul, Márki-Zay Péter. Belesodorhat minket ez az idióta, globalista, háttérhatalmi, gyerekek szexuális molesztálását engedő, gyerekek elrablását engedő, rohadt globalista elit által vezetett Európai Unió, meg NATO, a degenerált Európai Unió. Te kicsinálak téged, te, Márki-Zay Péter. Na mutass csak a Márki-Zay Péter, hogy hasonlít a Habsburg Györgyre. Na azt a fényképet mutasd meg, légy szíves. Úgy hasonlít Habsburg Györgyre Márki-Zay Péter, mint egy tojás. Komolyan mondom. Tehát azt írták, hogy lehet, hogy valami Habsburg leszármazott, tehát meg kicserélték a papírjait, és ez, de nem itt van, Balázs. Ja igen, és igen, Hódmezővásárhelynek díszpolgára Habsburg György, meg a Habsburg, nem tudom micsoda, valami bemutató, és lesz ilyen valami történelmi Habsburg valami Hódmezővásárhelyen, de az biztos, hogy díszpolgára Habsburg György Hódmezővásárhelynek. Nagyon... Nem lesz balébb... Majd beszélünk, ha valaki jön véletlenül, de nem fog jönni, mert ez nagyon fontos, emberek. Tehát, hogyha ő tényleg valami Habsburg leszármazott, ez a Márki-Zay Péter, akkor tudjuk már jól, hogy ugye, honnan fúj a szél. Akárki nem lehetett volna Hódmezővásárhelyen polgármester, ott kellett valami háttér. Na nézzétek meg, kedves nézők! Úr György! És a kergő! Ezt a palit, ezt nagyon nem akarom. Tehát ez ki azt mondja, hogy ő mennyire megbízható partner lesz a NATO-nak, meg az EU-nak. Hát ott hasonlít, túlzottan hasonlít. Nagyon nyomják, és mondom, önmagában véve, tehát ha csak annyi probléma volna vele, hogy a NATO nagyon szoros szövetséges akar lenni, meg az EU-ja, akkor önmagában véve már mindent megtennék azért, hogy ne legyen miniszterelnök. Na. Igen. Kedves néző, hétfőig van még idő. Mindenki írjon ennek a Kárpátok géniuszának, hogy azonnal mondja vissza, azonnal vonja vissza a beadványát, amely arról szól, hogy ne fogadják el azt,
hogy a parlamentbe plenáris ülése bejusson, ez a beadvány. Mert ne posztolgassunk, ne lájkolgassunk, ne videókat osztogassunk, hanem írjunk ki e-mailt. Elon Musk azt mondja, hogy 2022-ben már bet fogják tudni csipelni a jelentkezők agyát. Már majmokon nagyon jól mennek a kísérletek. Képpen majd mindenkit akarnak. Tehát ahogy elfogadjátok, hogy ha fogjátok fogadni, hogy be is csipeljék az agyatokat majd. Higgyétek el, hogy ezt mondtad. Az elején mutassuk már meg egy pillanatra, hogy tényleg ezt mondja. Tehát nem viccel a True News. Hát körülbelül oda kattintsál, az jó lesz ott. Ott szöveggel az Elon Musk. Vagy egy kis hangot. A Neuralink cég már készen áll arra, hogy 2022-ben az emberek agyába csippet rakjon. Magyarul nem szoktam káromkodni, de angolul úgy könnyebb. Most ez hogy van az, hogy más a kép, meg más a hang? Hát csúszik a hang, hát itt teljesen másról van szó. Jó, na mindegy, itt akkor... Semmi közöm hozzá. Oké, de kicsit figyelj oda, légy szíves, amikor vetítesz. Hát de mit tudok csinálni, hogyha a hang csúszik? Állítsd le, húzzuk arrébb, mert teljesen másról szól a kép, mint a hang. Tessék. Na akkor ezt egy kicsit húzzuk előrébb. Hogy itt ez a leglényegesebb rész egyébként, ezt mindenki... Állítsd le! Állítsd le! Magyarázok valamit. Állján onnan, majd én nem. Nem, na, azt szeretném mondani, hogy elmondják, hogy az történt, hogy 2000... De figyelj oda, közben ne nézz a telefont. 2014-ben is az történt. 2014-ben is az történt. Tehát... Vetítsd egy kicsit, akit kezded el vetíteni? 11 óra lesz mindjárt, és nem sok idő. Mindjárt bedugom, csak lefozom. Meg az aligátort már tényleg ki kéne kapcsolni. 11 óra lesz, úgyhogy gyékezzünk el. Hát, na mindegy. Ez nagyon fontos dolog a... De... Jó, Józsi, légy szíves. Azokkal kezdtek így ki, akik folyamatosan itt vannak. Kapcsolj fel egyszer a villanyt. Már bocsánat. Jó, de hát idáig soha senki nem jött, amikor itt voltunk. Már szóltak, nagyon sokszor. Amikor itt voltunk, soha senki, de most élőadásban vagyunk, úgyhogy most ne veszekedjünk, ha jöttek szívesek. Na, akkor mi történik most? Az történik, hogy 11 összefakulva, mert mennünk kell. Kicsit hangos is fel, mert nem lehet hallani. Ennyi a maximum. Valami nem stimmel itt. Na, várjál, de kicsit fog meg észre, egy picit. Előre csúsztatom. A laptopnak levettek a hang elejét, kilőzték. Nek is Japán ugyanezt csinálta, mielőtt a Pearl Harbor-i támadás történt. A japán repülőgépek és a hajóknál is mindenféle radarjelet kikapcsoltak. December 7-én, 80 évvel ezelőtt kezdődött a második világháború. Pont azon a napon, 80 évvel később beszélt Putin meg Biden. Ha oda a NATO valamit telepít, akkor Oroszország támadni fog. És itt van ez a rohadt tetű Márki-Zay Péter, aki azt mondja, jaj, hát ha mi kerülünk hatalomra, akkor nagyon jobban leszünk a NATO-val. Minden jót mindenkinek. Igen, nagyon fontos dolgok ezek, amik a True News-ban elhangzanak. Kedves nézők, szükségünk van további adományokra, fenn kell tartani magunkat, ételt kell venni az itt levőknek, akik a táborban vannak, kell vennünk a gázpalackot, tehát további szükségünk van adományokra. Igen, és szintetik biológia, vannak xenobotok? Vakcinákban? Ez most élő. Tehát ha átkapcsoltok most a True News-ra, esetleg mi van még a vakcinákban, amikről ideig nem tudtunk? Önmagát a szaporodó robot. Ugye? Szóval azért ők tényleg oda rakják magukat, életveszélyes, amiket mond a Rick Weiss, de azt mondta, hogy ő nem fog hallgatni, ha kell, ő meghal. Minden jót mindenkinek, osszátok, informálódjatok, és mi is igyekszünk benneteket informálni. Szervusztok, jó éjszakát!